Feljelentést tesz a Párbeszéd, mert a Mi Hazánk mozgalom aktivistái megzavartak egy szegedi LMBTQ eseményt. Ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom is perelnem, mert amikor a tagjaik szólás és véleménynyilvánítási szabadságukkal akartak élni, lögdösni kezdték az aktivistáikat, majd rájuk zárták az ajtót. Roma nők társadalmi helyzetével kapcsolatos érzékenyítő rendezvényt tartottak Szegeden szombaton, amikor a Mi Hazánk mozgalom helyi tagjai megzavarták az eseményt. Leállították a filmvetítést és egy stop homoszexuális propaganda molinót akartak kiteríteni. A molinót végül az egyik vendég széttépte. Ez a szervezet azért lép le erőszakosan, mert figyelmet szeretne magának, ezzel szeretne. De nem is mondom, nevüket nem szeretném kimondani a mai napon, mert egy pont az a céljuk, hogy a gyűlöletkeltésükkel és félelemkeltésükkel figyelmet szerezzenek. Tehát a melegeket támadták meg, holnap jönnek majd a idősek, betegek, vagy ki tudja, hogy ki jön holnap, mert semmi más nem érdekli őket, csak kizárólag az, hogy figyelmet szerezzenek. A Párbeszéd politikusa szerint a Mi Hazánk aktivistái a rendzavarás kezdetén azt mondták, a karhajlítás nevében utánam. Cselekményük kezdetén ugye egy karlendítésre hivatkozva álltak föl, és úgy kezdték meg ezt az antiszemita megmozdulást, tehát mi úgy látjuk, hogy emiatt külön szükség van arra, hogy a rendőrség hatásosan lépjen föl, és ezt a körülményt különös tekintettel vizsgálja. Mi Hazánk kifejezetten normalitás. Normalitás hangzott, nem pedig karhajlítás. Ugye nagyon nem mindegy, de hát aki ugye paranoid, üldözési mániája van, az annak érthető módon mindenről már a nácik jutnak eszébe. Nekik mindenféleképpen javaslom a kezeltetésüket. Torockai László elmondta, sajtóhelyreigazítás kezdeményez azokkal a nácikat vizionáló médiumokkal szemben, melyek az eseményről készült videón is hallható normalitás jegyében kifejezést félre magyarázzák. A Mi Hazánk mozgalom elnöke hangsúlyozta, a rendezvényen az ő aktivistáik vettek részt, és az akcióhoz semmi köze a Fideszhez, hiába is akarják a balliberálisok összemosni őket. Ez az egyesült balliberális tömb narratívája, sőt mondhatnám most már propagandája, amit megállás nélkül szajkoznak a demokratikus koalíciótól a Jobbikig, Márki-Zay Péterig mindannyian. Nyilvánvalóan ők abban érdekeltek, hogy fennmaradjon az a kétpólusú politikai rendszer, amely az elsikasztott rendszerváltozás óta sakban tartja Magyarországot. Mi viszont abban vagyunk érdekeltek, hogy egy harmadik oldalt, egy harmadik pólust felépítsünk. A pártelnök kifejtette, mindenkinek a szexuális irányultsága magánügy. Pártja pedig fellép a devianciát agresszíven népszerűsítők ellen. A néppárti vita nem ártott, sokkal inkább használt a kormánypártoknak, ezt írja a Magyar Nemzet. A Nézőpont Intézet készített felmérést a lapnak, amelyből kiderült, hogy 56%-on áll a Fidesz támogatottsága. Ez 2%-ponttal több, mint februárban. Ha most vasárnap tartanák az EP választásokat, akkor a kormánypárt 14 mandátumot szerezne, a Jobbik 3-at, az MSZP Párbeszéd pedig csak 2-t. Az ellenzéki pártok népszerűsége a legtöbb esetben stagnált az elmúlt hónapban. Az MSZP Párbeszéd 11, a DK 6, az LMP 5, a Momentum pedig 4%-on áll a biztos szavazók körében.